A Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint 2,3%-os a visszaesés a tavalyi adatokhoz képest, vagyis épp egy éve tart a magyar gazdaság zsugorodása. Ugyanez figyelhető meg az előző negyedév viszonylatában, ahol 0,3%-os a csökkenés. A kormány részéről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közölte, hogy a visszaesés most érte el a legalját, és a kormányzati intézkedéseknek, mint például a boltok kötelező akcióinak, vagy a rezsicsökkentésnek köszönhetően gazdasági visszapattanás várható a második fél évben. A DK nem osztja a miniszter optimizmusát. A Varga Mihály vezette pénzügyminisztérium azt várja, hogy a második fél évben növekedési pályára áll a magyar gazdaság. Kiemelték, hogy mindössze 3,9%-os a munkanélküliség, ugyanakkor már most látszanak a tartós negatív gazdasági környezet hatásai. Na szóval most már mindjárt pattanunk, nem sokára. Én úgy hallottam gazdasági szakemberektől, hogyha egymás után 4 negyedévben recesszió van, az már nem technikai, az már valódi. Ez az egyik dolog, nem tudom igazam van-e, de ezt hallottam, hogy 4 negyedév az már valódi recesszió. Tulajdonképpen definíció szerint már túl vagyunk, mert az általában 2 negyedévet. Jellemző az, hogy egy ország technikai recesszióban van. Valóban túlléptünk már ezen a ponton, de azt hiszem, hogy igazából a lényegről még elég kevés szó esett a sajtóban. Tehát nem az a gond a magyar gazdasággal, hogy recesszióba esik, ez minden más állammal is elő szokott fordulni, sőt, ez ciklikusan általában meg szokott jelenni a gazdaságokban. Tehát szerintem nyilván ebből is ki fogunk majd mászni, ha nem jövőre, akkor a rákövetkező évben valamikor a dolgok majd normalizálódni fognak. Amiről kevesebb szó szokott esni, az az, hogy a magyar gazdaság szerkezetének van egy olyan sajátossága, ami miatt ezek a válságok nálunk mindig elnyújtottabban vannak jelen, és mindig jobban megütik a mi gazdaságunkat, mint mondjuk a csehekét, vagy a szlovákokét, vagy a nyugat-európai országokét egy hasonló globális krízis. Tehát szerintem itt kéne megkeresni a gyökerét ennek. Az látszik, hogy a NER által fölépített gazdasági modell, az nem válság időszakokra van kitalálva. Az prosperitásban nagyon jól, amikor pénzbőség van, akkor nagyon jól tud hasítani, de amikor elő kéne hozni azokat a képességeket, ami átlendíti a magyar gazdaságot ezeken a nehézségeken, akkor kiütközik, hogy a magyar gazdaság egyrészt egylábas, alapvetően az autóiparon alapul, és nincsenek meg azok a képességek, reflexek, amelyek a gyors, hatékony választ meg tudnák adni ebben a helyzetben. Egy kétharmaddal miért nincsenek meg? A talán pont a kétharmad miatt nincsenek meg. Mert hogy bele lehet kényelmesedni ebbe a helyzetbe. Nincsen kihívás, nincsen piaci verseny. Nincs, ami motiválja ezeket a cégeket. Hát ugye ez egy régi mantra, hogy igazából a komoly fokmérője az lesz majd a NER közeli vállalatcsoportoknak, hogyha mondjuk egy exportpiacon kell helytállniuk, amíg a belföldi piacon lehet vigyezkedni úgy, hogy hatósági eszközökkel, jogszabályokkal tulajdonképpen a konkurencia vissza van folytva, úgy könnyű királynak lenni. Hát túlságosan ráterepszik az állam a gazdaságra, és nem hagyja a valódi versenyt. Hát egy másik szempont egyébként az EU-s források hiánya. Tehát azért ne felejtsük el, a magyar gazdaság növekedésében a 13-at követő időszakban azért jellemzően évi átlagban a GDP 3%-a körül volt az EU-s támogatás. Az EU-s támogatás ingyen forrás, tehát ezt úgy kell nézni. Tehát egy már nettó EU-s támogatás. És ebből a magyar gazdaságnak éves átlagban sikerült olyan 2,3%-os növekedést produkálni a vizsgált időszakban. Tehát azért azt látni kell, hogy nagyon rossz minőségben használjuk fel az EU-s forrásokat, nagyon rossz a költési struktúra. Jellemzően azok kapják, akiknek nem kéne kapni, és akik megkapják, azok jellemzően igen drágán kapják meg, már abban az értem, hogy az államnak drága az az autópályaépítés, a vasútépítés és mindenféle infrastruktúra fejlesztés, az körülbelül kétszer annyiba kerül, mint máshol kerülne, ha lennének piaci körülmények. Tehát ugye ez a fő probléma, hogy ahol nincs piac, ott elszabadulnak az árak, egyébként sok minden másban is látszik, nem csak a termelői árindexben, hanem akár a fogyasztóiban is. Én azt gondolom, hogy egy globális válságot egy lokális alkalmatlan kezelés párosul, ezek járnak egymás mellett, és az előző kérdésre válaszolva, hogy a kétharmaddal lehet-e, vagy miért nem lehet. Politikailag a kétharmada alkalmas lenne arra valóban, hogy megoldást keressen, csak az a baj, hogy az a megoldás, amit
meg kellene keresni és meg kellene találni. Az egyfelől nagyon nehezen vezethető át az közgazdaság, az egész rendszert, az egész államot, a társadalmat áthatja, azt nem lehet egy óra alatt átalakítani, meg négy-negyed év alatt sem. A másik pedig, hogy ahogy itt el is hangzott, szembe megy egyébként a NER logikájával. Tehát, hogy azokat az megoldásokat kéne eszközölni ahhoz, hogy ez a gazdaság végre versenyképesen tudjon működni, amelyek egyébként szembe hatnak az ő személyes politikai és gazdasági érdekeikkel. És itt van az a probléma, hogy ehhez képest, amit azért láttunk, hogy ez így történik, még akkor is, amikor volt EU-s pénz, és egyébként amikor volt mondjuk az, hogy bőség és működött a gazdaság, akkor is láttuk, hogy ellopják a pénzt, de mégis megszavazzák őket kétharmadát. Tehát ez az a megfejthetetlenség, amit mögötte meghúzódik. Szóval ez itt az legnagyobb problémánk szerintem. Amikor ugye azt mondtad, azzal kezdted, hogy hát recessziós időszakok vannak, ugye idéztem már Parag Lászlót, ez egy alkalmazkodási szakasz, aztán majd túl leszünk rajta, akkor szerintem azért a nézőink nagy része fogja a fejét, és inkább egy ilyen makroképet lát el mögött, miközben ő azt látja, hogy hát oké, hogy ez benne van a gazdaság ciklikusságában, de nekem máról holnapra, meg a jövő hónapban, meg iskolakezdéskor kellene sokkal drágább árakon ugyanabból a fizetésből megélni. Szóval valószínűleg ezt ők inkább abból a szempontból nézik, hogy a megélhetésben mikor lesz egy pici szusszanás. Ez megjósolható. Ugye Orbán Viktor tegnap a rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy először az infláció, ugye üstökön ragadjuk, aztán a növekedést kéne beindítani, és aztán jön egy béremelés. Na most itt elég sok volt az aztán. Azért a természetességét a recessziónak azért abban az értelemben most kétségbe vonnám, hogy azért az Európai Unió tagországainak túlnyomó többsége növekedésben van. Tehát magyarul akok a piacok, ugye Magyarország exportjának a 70-80% az Unióban megy. Tehát azok a piacok, amelyeknek mi szállítunk, jellemzően nincsenek recesszióban. Tehát ha megnézzük például Romániát, Románia az éves átlagban 2,3%-kal nőtt, miközben mi visszaestünk 2,3-mal. Tehát a növekedési ütemkülönbség jelenleg 5%. Tehát azért az nem kevés, ami jól mutatja, hogy lehet másfajta gazdaságpolitikákat is folytatni, tehát nem kötelező ezt a típusú csinálni, amit mi Magyarországon csinálunk. A másik, hogy amit ugye a miniszterelnök úr is felvetett, hát persze, statisztikai értelemben az év második felében, mivel az inflációs ráta automatikusan visszaesik a magas bázis miatt, itt nem a kormány rúgta a hasba az inflációt, tehát azért meg mélyütés kapott. A statisztika, ugye? Mert hogy ha magas a bázis, akkor egy alacsonyabb növekedés ütemű infláció az alacsonyabb lesz éves átlagban, tehát hónap per hónap mutatókban. Ugyanakkor, ha december óta nézzük az inflációt, akkor nem ott csökkent volna, hanem nőtt. Hát ugye 4,6% volt júniusban, júliusban 4,9, tehát nem egy drasztikus növekedés, de azért emelkednek az árak szépen sorban, és ez is úgy 4,9, hogy a KSH módszertani váltást hajtott végre, például az energiaárak elszámolásában, ami egyébként egészen szokatlan, hogy a statisztikusok nem tudják kiszámolni, hogy hogyan lehetne változatlan bázisú árindexet számolni, miközben minden adat ott van, tehát mondjuk ez önmagában egy pontot viszi le az inflációs rátát egyébként. Tehát valószínűleg közelebb vagyunk inkább az 5,5-6-hoz, mint mondjuk a 4,9-hez, de hát akkor is az még messze van attól, mint amit éves átlagban 17,6-nak mond a KSH. Tehát ugye ez is mutatja, hogy önmagában is megy le az infláció. Ha megy le az infláció, a bruttó bérek ilyen 16% körül vannak, az látszik, akkor reál bérnövekedés lesz statisztikai értelemben, a második fél évben. Ez nyilvánvalóan reál kereset növekedés is jelent, és egyébként a reál fogyasztás növekedését is jelenti majd, úgy, hogy az éves átlagban még mindig esik. Mert az éves átlagban azért 18% körüli inflációval lehet számolni, a bruttó bérek 16%-on, akkor az mínusz 2% bruttó reálkereset vagy reálbér. És a nyugdíjak esetében, meg hát azt meg most is látjuk, hogy reál nyugdíj az mínuszos, sőt év egészében is mínuszos lesz, mert nincs nyugdíjprémium. Még tavaly volt. Tehát igen, emiatt ugye a reál nyugdíjnak negatívnak kéne lenni, tehát innen következik, hogy jövőre már mindenképpen pozitív lesz minden mutató. Vagy csak statisztikailag nézzük. A kép úgy teljes, hogy valóban most már vannak európai államok, amelyek kifelé jönnek ebből a helyzetből, de az év első felében még azért a legtöbb országban komoly problémák voltak e tekintetben. Pont arról van szó, amiről én is beszéltem, hogy nálunk ezek mindig elhúzódnak, jobban megütik a magyar gazdaságot.
Eddig valóban felülnézetből vizsgáltuk ezt a kérdést, próbáljuk meg alulnézetből. Az, hogy jövőre 5%-os lesz az infláció, az azt fog jelenteni, hogy 2021-hez képest viszont a 22-es inflációval, meg a 23-as inflációval megpakolva nem lesz sokkal könnyebb az életünk, finoman fogalmazva. Itt az alapkérdés az, hogy a bérek emelése mennyire tudja, fogja ezt a tendenciát lekövetni. Azt hiszem, ebben az Orbán interjúban hangzott el, és arra föl is kaptam a fejemet, úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy a második félévi béremelések fogják majd kompenzálni az inflációt. És ez nekem nem teljesen tiszta, hogy itt nem idei második féléves béremelésekről beszélt, hogy itt a reál bérek alakulására gondolta a miniszterelnök, amit ugye az infláció fog igazából alakítani, vagy tényleges béremelésekről beszél. Ne felejtsük el, hogy a munkaadók és munkavállalók augusztus végén fognak leülni, tárgyalni az évközi béremelésről. Itt van egy ajánlat a munkaadóknak, hogy most ezt ne piszkáljuk meg, hanem majd 24-ben vegyük figyelembe az innen hiányzó részt is. Nyilván a munkavállalók ebben nem értenek egyet. De ebből a miniszterelnöki félmondatból nekem úgy tűnik, hogy a kormány inkább arra fogja ösztökélni majd a feleket, hogy valóban történjen meg egy évközi béremelés.